Brüsszelben közben az Európai Egyesült Államok gondolatáról tartott rendezett konferenciát a Matthias Corvinus Kolégium, amelynek brüsszeli irodájának Európai Uniós ügyekért felelős vezetője Gátákos Bence vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Másfél éve volt már egy EU-s konferencia, pont ugyanebben a témában. Miért érezték úgy, miért kellett elővenni ezt a témát újra? Nem csak, hogy konferenciát szerveztünk, hanem készítettünk egy elemzést is. Tulajdonképpen én vagyok a szerzője annak a tanulmánynak, egy 80 oldalas mélyelemzésnek, ami erről a témáról szól, az Európai Egyesült Államok gondolatáról, az Európai Központosításról. Uh -huh. És ez volt az apropó ennek a tanulmánynak a bemutatása és közzététele, mert azt tudjuk mondani, hogy készítettünk egy olyan. Háttéranyagot, ami mindenki számára hozzáférhető, és pontról pontra végigveszi, hogy hogyan érhető tetten az Európai Egyesült Államok kialakítása, tehát hogyan érhető tetten a centralizáció Brüsszelben, milyen ködösítés zajlik hogyan az Európai Uniós vezetők részéről, hiszen ők abban érdekeltek, hogy az emberek ne tudjanak arról, hogy mi a valódi céljuk, ezért sokszor nem is mondják ki. Viszont én kigyőjtöttem néhány olyan idézetet, esetleg egyetemi előadásokból, amit Európai Uniós vezetők tartottak, vagy Jean-Claude ahol elmondják, hogy taktikusan választják azt, hogy nem mondjuk ki, hogy központosítani akarunk, és amikor majd egyszer erre rádöbbennek az emberek, onnan már nem lesz vissza út, és ez a cél. És úgy gondoltuk, és én is úgy gondoltam, hogy ezt meg kell mutatni az embereknek. Tehát egyrészt kitértem arra, hogy a különböző narratívák hogyan változnak a politikai kontextustól függően, és aztán, hogy mi történt az elmúlt másfél évtizedben Brüsszelben, az intézmények hogy lettek önjáróak, hogyan sajátították ki a hatalmat, és végül beszélek az Európai Unió asztalán található reformtervezetekről is, amelyek mindezen már részben megtörtént változásokat, és még sok egyéb központosítási törekvést szerződésmódosításra alakítanák át. Beszéljünk erről is, de tehát akkor ezek szerint ön talált egy rejtett politikai célt, amit, hogyha ha felfedtünk, akkor azon keresztül meg lehet érteni azokat a lépéseket, amik itt történtek. Kiderül, hogy minden mozaik illeszkedik egymáshoz. Ez egy az egyben így van, tehát ez a gondolat, hogy központosítsunk Brüsszelbe, vegyük el a hatalmat, és építsünk egy európai birodalmat, ez az, ami mindennek a hátterében van. Tehát az, hogy a genderpolitikában genderpolitikába nyomást gyakorolnak Magyarországra, elvonják az uniós forrásokat, jogállamiságról beszélnek, migrációs paktum, amit a minap fogadtak el, ez mind-mind egy gondolatra fűzhető fel arra, hogy ki kell üresíteni az európai országokat. El kell venni a nemzeti parlamentektől és kormánytól az összes hatalmat, és mindent Brüsszelbe kell átcsoportosítani. És ez egy nagyon fontos téma, ez nem csak egy politikatudományi kérdés, hanem ez a mindennapunkat érintő dolog, és szerettük volna meghúzni a véscsengőt. Ez a gondolat, ez az Európai Parlamenttől származik, vagy az Európai Bizottsághoz köthet? A jelenleg az Európai Uniót irányító elittől, ezért fogalmazok így, mert ez megtalálható az Európai Parlamentben is, megtalálható az Európai Bizottságban is, az Európai Bíróságon is, és sajnos a tanácsban is bizonyos államoknak a képviselője, azok kiállnak az Európai Központosítás mellett. Az az elit, akit ön említ, tagadja, hogy lenne ilyen tervük, azt mondják, hogy itt a szuverenitás, az Európai Unió alapértékei változatlanul töretlenül érvényesülnek, ez egész egyszerűen nem igaz sokszor tagadják, és néha elismerik, néha elismerik, hogyha éppen maga magabiztosak, mert olyan baráti közönséghez beszélnek, vagy valami azt mondatja velük, hogy most eljött a pillanat, hogy nyíltan beszéljenek. Például Vivian Radingről, aki korábban egyébként Magyarországgal szembeni nagyon kritikus, biztos volt még a 2010-es évek elején, egy luxemburgi politikusról van szó, ő mondja azt, hogy az, ő mondja el maga, hogy a, a, mi itt az EU elit tagjai sokszor, amikor megkérdezik tőlük, hogy mi a valódi célunk, akkor el kell kezdünk mismásolni, habogni, hebegni, nem merjük kimondani, hogy mi az igazi cél az Európai Egyesült Államok, mert félünk a kritikától. Vagy Jean-Claude Juncker, aki azt mondja, hogy úgy építjük lépésről lépésre a föderális Európát, hogy az emberek nem veszik észre. Leteszünk egy javaslatot az asztalra, körülnézünk, ha senki nem veszi észre, hogy ez hova vezet, akkor folytatjuk, és mire rájönnek, addigra már nincs visszaút. Úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben antidemokratikus. Na ezt igen. Tehát miért félnek a kritikától? lehet, hogy meg kellene kérdezni az embereket például egy népszavazáson. Hát valószínűleg azért, mert a 2000-es évek elején már volt törekvés arra, hogy az Európai Unió alkotmányáról szóló szerződést elfogadják, ezt meg is alkották, ez egy jelentős lépés lett volna egy föderálisabb Európa felé, viszont a holland és francia népszavazásokon 2005-ben ez a gondolat, ez, a, ez a, az egyezmény már megbukott, ezért az, az európai elit jellemzően fél a néptől, fél a nép akarattól, és egy ilyen angol szaknyel, top down, felülről induló kezdeményezéssel, nem alulról építkezően, felülről induló kezdeményezése próbálja ráerőltetni egész Európára a saját akaratát. Jó, de végül is a 2009-ben elfogadott alapszerződés, az új alapszerződés, az ezt nem teszi lehetővé. Hát Kerek kizárja, azt mondja, hogy, hogy az országok szuverének, a szuverén országok alkotják az Európai Uniót, nincs ilyen lehetőség. Így van ez a Lisszaboni szerződés, Cs. viszont azt veszük észre, hogyha megvizsgáljuk, hogy mi történt a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta, 2009. decemberre óta, akkor azt látjuk, hogy az uniós intézmények, függetlenül attól, hogy mi található a szerződésekben, folyamatosan egyre több és több hatalmat követeltek maguknak, és úgy alakították a politikai teret, hogy bele tudjanak szólni a tagállamok belpolitikai kérdéseibe. És ebben Magyarországon talán sokkal világosabban látunk, hiszen az egyik fő eszköz, a jogállamisági mechanizmusok kialakítása volt. Ezt mi megtapasztaljuk, de számos európai országban nem tudják, hogy miről szól ez az egész ügy. Egyébként ezért is fontos, hogy a tanulmány eredeti nyelve angol, tehát most egy külföldi közönséghez is próbálunk ezzel szólni. 2009-ben akkor ezek szerint az, hogy központosítás az még tabu volt, ezt, ezt nem eltette ki. Akkor ezek szerint mégis mostanra megerősödött ez a gondolat annyira, vagy annyival több követője van, hogy most már, ha nem is nyíltan, de azért úgy lehet, ki, lehet olvasni a sorok között? Az európai elit sokkal erősebbnek érzi most magát. Úgy gondolja, hogy azzal, hogy az, a Nagy-Britannia távozott az Európai Unióból, akik klasszikusan mindig kiálltak a nemzeti szuverenitás mellett, és ellenálltak a központosításnak, vagy azzal is sikerült az Unió történetében először áterőltetni egy közös hitelfelvételt a COVID-válság kapcsán, vagy éppen azzal, hogy most háború zajlik Ukrajnában, és az EU próbálja megjelölni egy közös külső ellenségként Vladimir Putyint és Oroszországot, úgy gondolják, és közben olyan eszközeik vannak a, a belső ellenállás letörésére, mint a pénzügyi szankciók, ez ugye 10-15 éve még elképzelhetetlen lett volna, ma pedig valóság. Szóval úgy gondolják, hogy most egy olyan erőpozícióba vannak, hogy ezt át tudják tolni az egész hatalmi és döntéshozatali rendszeren Brüsszelben. Tehát mindig egy picivel, egy lépéssel vagy egy fél lépéssel mennek. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi lesz ennek a folyamatnak a vége, akkor kit kell figyelni? Az Európai Parlamentet, az Európai Bizottságot vagy az Európai Tanácsot? A válasz az, hogy mind a hármat, sőt, még több szereplőt is, akár ide tartoznak azok az NGO-k, szintenkek, akik Brüsszelben több tízezres lobbista létszámmal vannak jelen, és nagyon érdekes megnézni, hogyha megnézzük a mai brüsszeli palettát, akkor azt látjuk, hogy vannak a, a szocialista párthoz kötődő NGO-k, vannak a jobb a, a jobboldalhoz, vagy a kereszténydemokratákhoz, hagyományosan az LPPS kötődő NGO-k, mindegyik egyetért, abban a zöldeket is ide lehet hogy hogy hát persze több Európára van szükség, központosításra van szükség, szinte mi vagyunk egyedül az MCC brüsszeli irodája, aki ezzel ellentétes álláspontot képvisel, ez azért számunkra egy nagyon nagy kihívás és küldetés is, hogy a mi álláspontunk győzedelmeskedjen. Na jó, akkor most képviselem egy kicsit a többséget. Biztos, hogy rossz lenne az nekünk? Hogyha központosítás lenne. Mi, mi a gond ezzel? Az a helyzet, hogy ez már nem csak egy elvont vita, mert lehet, hogy egy pár évvel ezelőtt nagyon radikális példaként azt említettem volna, hogy az emberek érzékeik hogy mit jelent a brüsszeli központosítás, hogy például egy háború kérdésében, hogy magyar katonák részt vegyenek -e egy háborúban, arról nem Magyarországon döntenének, hanem Brüsszelben. Ehhez képest manapság ez már szinte teljesen evidens, hogy az Európai Unió valóban ezt követeli Magyarországtól is, hogy vegyen részt úgy a háborúban, ahogy azt ők elképzelik, az Európai Uniós mainstream, és azt is mondják a jog nyelvére lefordítva, hogy a, az egyhangú döntéshozatalt, a vétójogot meg kell szüntetni a kül- és védelempolitikában. Ez pontosan azt jelenti, hogy ilyen fontos kérdésekben is, ha ezt meglépik, akkor Brüsszelben dönthetnének, anélkül, hogy egyáltalán érdekelni őket, hogy mi magyarok itthon mit gondolunk erről. Gáltágos Bence, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a meghívást.